Ne felejtsétek, hogy minden nap rúgjátok a labdát, és játszatok, cserezzetek, vezessétek, és rúgjatok gólt, a kapusok meg védjenek, ahogy tudnak. Ez volt a legfontosabb üzenete az 5. Pozsgai Lajos emléktornának, ahol a dobogó igazán nemzetközi lett. Győzött az osztrák Wiener Linnem, a Győriet OFC, illetve a szlovák Slovan Bratislava előtt. Annak a célkitűzésnek feltétlenül eleget tettünk, amit édesapám halála után a család meghatározott a klubbal közösen. Az pedig az volt, hogy mindenképpen gyerekzsivajt szeretnénk azon a napon hallani, amikor édesapám emlékéről közösen összejövünk a volt játékos társakkal emlékezni. A 11 évesek tornáján természetesen külön díjakat is osztottak. A legjobb kapus az Etóból Ónodi Ákos lett, a legjobb mezőnyjátékos pedig a pozsonyi Marko Mivkovics. Bár a 8 csapatos mezőnyből csak 7. lett a Videoton, mégis ők adták a gólkirályt Süle Botond révén, míg a legjobb hazai játékosnak Kalmár Olivért választották a szervezők. Nagyon sikeres tornán vagyunk túl. Igaz, hogy másodikok lettünk, de úgy gondolom, hogy aki látta a tornát, hogy játékban maradandót alkottunk, szépen fejlődik a csapat. Hát a döntőt kikaptunk 1-0-ra, de nem, nincs okunk szégyenkezésre.